Idén szeptemberben adták át az önkormányzat által néhány hónap alatt felújított óvodát a Kőrösi úton. Három csoportban 21 autizmussal élő gyerek fejlesztése kezdődött meg. Az óvoda ma délelőtt egy különleges karácsonyi ajándékot kapott. Ez az a fotó, amellyel neveztek egy Facebookon indított internetes pályázat közönség szavazásán, és nyertek, mesélte örömmel ma délelőtt a gyerekeknek a Losonci iskola intézmény vezetője. Ezen a versenyen olyan sok szavazatot kapott ez az óvoda, hogy képzeljétek el, hogy győztesként hirdették ki az autista óvodát, és igaz, hogy még nem ismeritek a számokat, de itt egy 100 000 forintos ajándék összeg látható. Az egyik áruházlánc alapítványának képviselői nyújtották át a 100 000 forintos adományról szóló táblát. Nagyon köszönöm, és még egyszer az óvodai csapat érdeme, hogy gyerekek, nagy-nagy taps az óvónéniknek. Farkas Edit intézményvezető azt mondta, példaértékű összefogással nyert az óvoda, amiért óriási köszönet jár. Ceglédi lakosoknak, a Cegléd környéki lakosoknak büszkén mondhatom el, hogy 999 megosztással, 5700 lájkolással az ország legjobb szavazati eredményét kaptuk, úgyhogy én hálásan köszönöm a támogatást, azt, hogy figyelnek ránk, azt, hogy nyomon követnek bennünket, és most megajándékozhatjuk a gyermekeket karácsonykor, úgyhogy még egyszer köszönöm a támogatást. A Kópangyal 2018 óta minden évben segít adományokkal különböző intézményeket. Ez fontos küldetésük. Cégünk életében nagyon fontos az, hogy tudjunk nyújtani támogatást mind a dolgozóknak, mind az üzemeltetési területünkön működő óvodáknak, időseknek, rászorultaknak. És ezt az adományozást a cégvezetéssel együtt a dolgozóink is nagyban támogatják, adójuk 1% felajánlásával. Idén is majdnem 3,5 millió forintot adtak támogatásképpen a dolgozóink. Úgyhogy ezúton szeretném nekik is megköszönni, mert az ő segítségükkel tudjuk mi ezt az adományt tovább nyújtani a rászorulóknak. A Kőrösi úti óvoda által most elnyert 100 000 forintnak már megvan a helye, mondta el Farkas Edit arra a kérdésre, mire költik majd az adományt. Mindig szükség van újabb és újabb fejlesztő eszközökre, játékokra, hiszen az autista kisgyermekek egyik jellemző tulajdonsága, hogy minden pillanatukat fontos lekötni. És amivel a legjobban le tudjuk, azok a játékok, eszközök, amik fenntartják az ő kis érdeklődésüket. A gyerekek fejlesztését tehát hamarosan újabb játékok, eszközök segítik majd. Tóból van a palotája, 9 tornya, 7